hívő vett részt 2014. június 19-én 18 órakor a Székesegyházban az úrnapi szentmisén, amelyet Böcskei László megyés püspök celebrált. Minden nagy ünnepünk középpontjában Isten szeretete áll. Az a szeretet, amelyről táplálkozunk, és amelyre építjük életünket. A mai ünnep különösképpen Isten szeretetéhez akar elvezetni bennünket. Továbbra is erősít, bátorít, gyógyítja bajait. Biztat, hogy ne csüzsegjünk el, hanem kitartsunk hitünknek útján. Ezért a mai ünnepen különleges vállalom ünnepeljük ezt a szeretetet, ezt a közelséget, Istennek itt létét Jézus Krisztusban az oltári szentség által. Gondolom, és álljunk azok mellett, akik napjaiban is az üldöztetés megpróbáltatásait viselik. Azért, mert hisznek Jézusban. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon, városi plebániának híveit, közöttük különösképpen a gyermekeket, az első áldozatokat, akik eljöttek. Itt létünkkel imádságokkal is kifejezni szeretetüket, ragaszkodásokat az Úr Jézus Urán. Isten hozott benneteket. Azt kérjük és azért imádkozunk, hogy az Úr kegyelmétől maradjatok a hűségesek hozzá. Ahhoz az Úr Jézushoz, aki mindig itt van bennünk. Sok olyan gyermek és fiatal válaszolt jelenlétével a főpásztor meghívására, akik idén lettek első áldozók vagy bérmálkozók a város különböző plébániáin. A Szentmise végén a püspöki palota kertében megtartották a hagyományos úrnapi körmenetet, amikor a püspök szentbeszédében elhangzottak szerint kivitték az oltári szentséget a templom sötétjéből az utcára, oda, ahol mindennapjaink zajlanak, hiszen Krisztus mindig ott van velünk.